nagy örömmel érkeztem, én már a 12. nemzeti vágtára. Óriási öröm számomra, hogy ilyen sokan, több ezren kilátogatnak a háromnapos fesztiválra, hiszen ez a sportág, a lovas sportág a teljes hagyományával, tradícióival megmutatkozik, és bemutathatjuk úgymond ezt a nagyon fontos sportágat a jövő generációjának, családoknak, akár idősebb korosztálynak is, hiszen tovább kell adni ezeket az értékeket, amit ez a sportág képvisel. Úgyhogy nagyon nagy örömmel látom, hogy nagyon sok nemzettől érkeztek ide, és bemutatkozik több kultúra is, és az is nagyon fontos, hogy 72 településről köszönhettük a lovasokat és a lovakat, és tényleg nagyon közel láthatjuk őket, akár egy méteres távolságból is, hogy miket tudnak, és miért olyan fontos ez a sportág. So this opportunity to come to Hungary and do this race has been fantastic experience. It was a bit last minute, but it's turned out to be amazing. Budapest is beautiful and it's very exciting, very nice city to be in. The food has been amazing, everyone's been amazing. The organisation of this event is brilliant. Thank you to everyone who's made this event possible for me and for all the other participants. It's been fantastic. Thank you so much. A Herendi Porcelán Manufaktúra nem csak egy sikeres gazdasági vállalkozás, de egy kultúra és értékteremtő közösség is, amelynek feladata az érték megőrzése és átörökítés. Nagyon nagy megtiszteltetés számunkra, hogy most már közel egy évtizede a Herendi Manufaktúra a Nemzeti Vágtárnak együttműködő partnere lehet. Ami összeköt bennünket, és amely a párhuzamosan futó életutaknak a meccéspontját adja, az az érték és a jövő generációk számára történő értékátörökítést. Nagyra értékeljük azt a munkát, amelyet a Nemzeti Vágta hosszú szó évek óta itt Budapesten a Hősök terén megmutat magából, és nagyon bízom benne, hogy a Herendi Manufaktúra jövőben is segíteni és támogatni tudja ezt a nagyon nemes és szép célkitűzést. Ez a negyedik alkalom, hogy én ugye itt végig tudok menni a vágtapályán, és hát nem a saját lábomon, hanem egy lónak a négy lábán. Ugye negyedszer méretettem meg magam, kétszer voltam ugye a sztárfutamban, és ugye most másodszor vagyok versenyzőként. Én számomra ez a hétvége, ez mindig valami olyan nagyszerű dolog, hogy én azt érzem magamon, hogy amíg az erőm bírja, és amíg itt tudok lenni, én biztosan itt leszek. Csupa baráttal találkozom, csupa ismerőssel találkozom, mindenkit a lovak iránti szeretet vonz ide. A versenyzőkkel úgy köszöntjük egymást, mintha legrégebbi barátok lennénk, pedig gyakorlatilag csak itt találkozunk olykor-olykor, ugye egy-egy ilyen verseny kapcsán. Szóval én számomra ez a Nemzeti Vágta, ez egy ilyen piros-piros betűs ünnep minden egyes évben, amikor itt tudok lenni. És azt is láttam egyébként, hogy nagyon nagy az érdeklődés, és ez meg külön öröm, hogy nem lehetett végigmenni tulajdonképpen az Andrássy úton, mert hogy akkora tömeg volt, és hogy ugye föltelik a lelátó minden alkalommal, a középen egyre többen vannak, nagyon sok gyerek van. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ez egy tényleg egy piros betűs ünnep, és lehet, hogy nem csak nekem, hanem sok más ember és itt Magyarországon. Szerintem a tavalyi vágta az könnyebb volt, mint idei. Idei az sokkal szorosabb volt, mert Németh Janival elég sokáig küzdöttünk, hogy át tudjak menni rajta, és hogy megnyerjük. Ordítottam neki, hogy jövök, de ő nem hallotta, és így fel is nyomott a palánkra, így majdnem fel is buktunk mindketten, de hál' Istennek megbírtuk oldani a helyzetet, azt újra bírtuk indítani a lovakat. Dicsőséget jelent a Nemzeti Vágta, mivel Vajdaságból még nem volt senki, aki meg tudta volna nyerni egyszer se, de nekünk sikerült kétszer is. Nagyon nagy kérdés volt számunkra, hogy az októberi időpont mennyire lesz megfelelő, hiszen egy szabadtéri eseménynél ez rengeteget számíthat. Azt gondolom, ez időjárás velünk volt, és velünk volt a közönség is, hiszen nagyon sokan kilátogattak, és ez megadta azt az atmoszférát, amik kiegészítve a lovakkal és ezekkel a produkciókkal igazán egyedülálló és egy igazi értéket adó része a világunknak. Ugye először fordult elő az, hogy címvédés történt,
és másodszor, hogy ugye határon túli települést nyert, hiszen Temerin lovasa, Nagy Arnold és Lova Fantázia volt a győztes. A gyerekeknek egy óriási lehetőség, hogy megjelenhetnek, és Póniaikkal a Hőség terén lovagolnak, és először nyert az Egyesült Királyság lovasa, és egy hölgylovas nyert ráadásul a Bábolnai Ménes lovaival, ez is egy egyedülálló dolog, és női győztese volt a fogatvágtának is, és hát a nagyszerű eseményekkel egészítettük ki a rendezvényt, a magasugratásban több mint 200 centit ugrottak, megjelent a Magyar Puszta, itt volt a Hortobágyi Ménes, a Csikósok, a Puszta Ötöst megint meghajtotta egy óriási sebességgel, volt a kocsitoló verseny, a gyerekeknek volt program, ördöglovasok itt voltak, a díszegység, a huszárság meg tudott jelenni, ami mind-mind itt a Hősök terén egy felemelő dolog, és hát a Nemzeti Vágta azt gondolom, hogy elérte ismét a célját, meg tudta azt a kört szólítani, aki se a lovassportban, sem a lovassport profi élmezőnyében nem tud teret kapni, de szereti a lovat, a lóval éli napjait és a lóval gondolkozik. Ők itt valamilyen formában nyerekbe tudtak szállni, vagy bakra tudtak ülni, és megérezték azt, hogy milyen itt a Hősök tere ovális pályáján, ami idén is sikerült úgy felépíteni, hogy a lovak számára a legoptimálisabb legyen, itt részt vehettek ezen a rendezvényen. Azt gondolom, hogy a Nemzeti Vágta ez állandóság most már, és sokan mindig azt kérdezik, mi lesz az újdonság. Az az újdonság, hogy 12-szer is meg tudtuk rendezni, és 13-szor is törekszünk, hogy olyan Nemzeti Vágta legyen, hogy ki kilátogat ide a térre, az megérezze azt az atmoszférát, ami semmilyen más lovas rendezvényen nem tud megérezni, sőt, semmilyen más országban lévő rendezvényen nem lehet, hiszen a ló és az ember az örök kötődése a magyar embernek.